Október 3-án pénteken kísérték utolsó útjára a budapesti Farkasréti temetőben Medvecki Lászlót, aki 1989 után 6 évig volt a TV11 főszerkesztője. A 11-szeres nívódíjas újságírót súlyos betegség után 67 éves korában ragadta el a halál. Búcsúztatásán a családtagokon, barátokon és ismerősökön kívül pályatársai is tiszteletüket tették. Medvecki László 1941. szeptember 19-én született Budapesten. Az ELTE bölcsészettudományi karán magyar szakon végzett, majd a politikai főiskola nemzetközi politikai szakán szerzett diplomát. Előbb világosítóként, majd fotóriporter gyakornokként az MTI Fotónál dolgozott, 1961 és 65 között a hírügynökség újságíró munkatársa volt. Medvecki László 1966-tól a Népszabadságnál előbb újságíró munkatársként, majd 1979-től 83-ig moszkvai tudósítóként tevékenykedett. Egy évig a Napilap olvasó szerkesztője volt. 1984-ben került a Magyar Televízióhoz, ahol 5 éven át belpolitikai főszerkesztő volt. Vezetése alatt megújultak, úgymond élőbbé váltak a régebbi produkciók, mint például az évgyűrűkkel kiegészült ablak, illetve a kékfény. Parlamenti élő közvetítések műsorvezetője, szerkesztője is volt, hosszú éveken át vezette a híradót. Az újságíró főszerkesztő súlyos betegségben hunyt el.